tájékoztatóját. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép részszámmal eljöttek. Szeretném köszönteni vendégeinket, a TV2 társtulajdonosát, ügyvezető igazgatóját, Ivan Cicike-t, a kommunikációs igazgató urat, a kereskedelmi igazgatónkat, Barba Balázs urat, Dobosz Tibor urat, a szakértőket, akik jól ismernek, kereskedelmi irodavezetőnket, Tűzkör Péter, Kovács Né, Racskó Szilviát, szintén szakértőként régóta ismerik, és Dennis Magdolnát, aki éppen szakértő. Ők fognak közreműködni a sajtótájékoztatóban, ismertetni fogják röviden az egyes műsorcsoportok érdekes és kiemelkedő tárgyai. Szeretném felkérni Tűzkör Péter kereskedelmi irodavezetőnket, hogy elsőként a festmény nap néhány kiemelkedő darabjával lepje meg önöket. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye hagyományosan a művészeti elmerések második napján találkozhatunk a festményekkel elmerésünkön. Ezen a napon az még egyébként bukott és szőnyeget is az előkínálatban. A festmény aukció összeválogatása, a festmény kollekció egyik különleges darabja, ugye mögöttem látható nagy méretű kép, erről a későbbiekben bővebben is fogunk beszélni. És engedjék meg, hogy figyelmük ajánljuk ebből a durván 150 tételes most bemutatásra került, és majd a jövő hét szerdán elvezetés kerülő tételek közül az egyik kedvencemet, amely a katalógusban is nagy hangsúlya történő reklámokban lesz. Tehát Szenti Jánosnak egy korai alkotása. Azért mérdelődött így közben, hogy meg tudom önöknek mutatni, de momentán nem látom a körül. Nem, ha esetleg Zoli, hogyha van energiára elhozod, és akkor sokkal könnyebb, hogy miért beszélek. Meti Jánosnak ezt a szép képét azért szeretném a figyelmünkbe ajánlani, igazi ritkaság. A fiatal művész 1905-ben alkotta ezt a képet, visszatérve Párizsból, elkezd dolgozni az Ebrecskerdő, ugye az Andrássy út mögötti szoborban, szoborkertben, Ferencihez jár, raktokat rajzolgatni, és délutánként azzal tölti, hogy frissen Párizsból hazatért impulzusok alapján ő a Városligetről készít nagyon gyors vázlatokat és képeket, és ezeknek a műveknek ez egy igazi izgalmas mű, azért, mert a Párizsból hazatérő művészeink zöme ugye az impressionistákat másolja, vagy próbálja követni inkább. Tehát a helyes kifejezés, még ő inkább egy ilyen kubista, egy Braque, egy Picasso nyomdokain tovább induló képalkotási metódust kell kialakítani. Szoktuk mondani, hogy a kép azért is izgalmas, mert nem egy befejezett mű, nincs lezárva, mindig újrakezdhető, újra gondolható, különböző felületekben, mélységében itt egy korábbi vázlatra fest rá, és aztán hát gondolja újra a kompozíciót. Tehát ez egy igazi ékszer darabban mondhatom így az ékszernap utáni festménynapra is ezt a jelzőt. Messinek ebben a korai időszakában ilyen erős kvalitású, ilyen jó kompozíciót nagyon ritkán lehet a magyar műtárgyától találni, ráadásul ugye kikiáltása áll és rendkívül kedvező. Olyan szíves figyelmükben még egyet, és mivel nekem még egy képet lehet kiemelnem, ugye Erik a drága, ezért szeretném önöknek is köszönöm szépen Dormenszer. Ott van még egy festmény, ami közel van önökhöz, és talán a szemmel is elérhető. Vörös Gézának egy nagyon szép csendélete, egy női csendélete, tulajdonképpen azt hiszem, hogy csendélet szalad a legjobb erre, akkor a feleségét, mindig feleségét festi a művét. Vörös Géza és Párizsból, Gikkal Páriban tanul ő is, mint sok, oly sok magyar művészünk. Ő is onnan hazatérve 34-ben festi ezt a művet meg. Nem csak a vásárlásnak, de igazán jó befektetésnek is számít a kép. Kedvező kifjártással 2,5 millió forint. A Vörös Géza életmű feldolgozatlan, és az életmű egyik olyan csúcsműve, ami azt gondolom, hogy még akár rövid távon is egy nagyon jó megkerüléssel bírható, azon, hogy ugye műtárgyakat nem csupán pénzügyi befektetés.